Újra itt vagyunk a konyhában, és itt van velünk Júcus, és már elő is készítette ezeket a csodálatos dolgokat, és mi is díszíteni fogunk. Igen. Örülsz? Igen, ha mi az, a hogy? Héten utoljára alkothatsz velem a konyhában. Alkotni vagy rám, hogy így milyen. Elmondod közben, hogy hogyan készültek ezek? Tehát igen, ez amit együtt csináltunk, csináltam egy másik félét is, hogy lássátok, hogy van, tehát lehet málnával, vagy sárga barackkal, bármilyen gyümölcsel rétegezni, ez ugyanúgy öt hozzávalóból, zappehelyből, joghurtból, kétfajta gyümölcsből és valami finomságból, igen. És közben elkészült az apkása is, azok pedig itt vannak. Az egyikbe raktam kis csokoládét, málnát meg fehér ribizlit. A másikba, amit meg szeretnék, hogy ti is megcsináljátok, ez egy ilyen barack rózsa, vagy barack virág, egy kicsi ribizlivel, meg mandrával. Akkor mondd, első lépést mondja. Igen, első lépést, összevágjuk ilyen nagyon vékonyra, nem kell szétszedni. Igen. Megmutatom, hogy így egy sort csinálunk belőle, amikor így vékonyra vágtuk. Igen. Így széthúzzuk. Úgy, igen, így. De ne tiszta erőből. Ne erőből, finoman. Érzéssel. Úgy. És akkor így be kell forgatni, csak amikor már megvenni az egyik felét, itt ezt a felső felét elindítod befelé, és így ráfordítod a másik végét. Hát igen. Hát ez egy fura lett, de... Hát ennek a barasznak sincs egy alvópopsia már, amelyet hajlítottad, hát ahogy látom. Na így. Igen? Ilyen. Igen, várj, de ezt rárakni, aztán az... És aztán... Hát alányulunk egy spatulával. Egy spatulával, rárakjuk így. Oh. Nézd meg az én kis... Ó, ez gyönyörű. Hogyne. Na most te. Erre most kíváncsi vagyok. De ne ütlegeld azt a barackot. De az a lényeg, így is szép. Tessék. Ó, ez egy másfajta virág. Ez más virág. Jó, más virág. Legfontosabb, és melyiket kóstolhattam már. Bármelyiket, nyugodtan van kanál mindegyikhez. És azt akartam ezzel megmutatni, hogy nem volt sok idő ezt megcsinálni, és hogy ezt rárakjuk utána a kására, akkor már is nagyobb kedvel fogjuk reggel megenni. Így van. Finom, egészséges. Igen, egészséges, finom, egészséges, gyönyörű. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, majd megesszük. Jó. Ne vigyázz senki. Köszönjük szépen.